Búcson Észak-Komáromtól mintegy 30 kilométerre találkoztak a Visegrádi négyek fiatal gazda szervezeteinek képviselői, hogy megvitassák sikereiket és kudarcaikat. Civil összefogással olyan eseményt hívtak életre, amely keretében szakmai témákról vitatkoztak a politika részvételével, ugyanis mind a magyar, mind a szlovák agrárminisztérium képviseltette magát. Jelentős különbség jelenleg pont a fiatal gazda kérdésekben látszik, meg minket ez izgatott leginkább, és a földreform kérdéseiben is. Tehát jelenleg azt látjuk a fiatal gazda kérdésekben, hogy Magyarországon már folyó fiatal gazda támogatások vannak, tehát idáig is működtek ezek a rendelkezések, és egy komplett tematikus fiatal gazda programot készítenek, ami magyarul azt jelenti, hogy lesznek olyan pályázati lehetőségek, amivel a vidéki fiatalok, illetve a fiatal gazdálkodók tevékenységét hatékonyabban fogják tudni, és egyszerűbben fogják tudni kezelni és támogatni. A szlovákiai koncepció még ezen a szinten nem tart. A magyarországi és a szlovákiai fiatal gazdák együttműködésének fókuszában jelenleg a 2014 utáni támogatási rendszer van. Próbálom ezeket a forrásokat kiaknázni, lehetőségeket kihasználni, tehát ebből úgy látom, hogy évről évre egyre több van, és hogyha tényleg az ember foglalkozik vele, és egy kicsikét utána jár, beleássa magát, azért vannak lehetőségek, amiket ki lehet használni. Emiatt nekünk közösen is kell gondolkodni, hiszen olyan intézkedések is lehetnek, amelyekben például a fiatal gazda szervezeteknek, mint szervezeteknek az együttműködése is szükséges. Például gyakornoki programok, szakmai tapasztalatcserék külföldön, egyáltalán a tudásnak, a tapasztalatnak a szélesítése más országban. Tehát ehhez is szükséges az, hogy mi ismerjük egymást, együtt dolgozzunk, legyen meg közöttünk az a bizalom, ami szükséges ahhoz, hogy el tudjunk indítani közös programokat. A Szlovák Vidékfejlesztési Minisztérium most az agrárkoncepció részeként az üzletláncokat is megcélozta. Ösztönözni kívánják a multikat arra, hogy hazai terméket tegyenek a pultokra. Najhlavnejším cieľom s obchodnými reťazcami je zvýšiť podiel a zastúpenie slovenských potravín na pultoch obchodných systémov. Cez obchodné reťazce plynie k slovenským spotrebiteľom 85 až 90 % potravín. Sú preto nezastupiteľnou súčasťou našich plánov na rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva. Čiže jednou vecou je to, ako zvýšiť systémovými opatreniami, ako zvýšiť produkciu v poľnohospodárstve. Ďalšou vecou je, ako zvýšiť efektívnosť potravinárskeho priemyslu. A teda to znamená, keď vyprodukujeme dostatok potravín na Slovensku, aby sme ich teda dokázali aj uplatniť práve na pultoch obchodných systémov, takže tieto rokovania sú preto z tohoto dôvodu veľmi významné. 85% az élelmiszereknek Szlovákiában az áruházláncokon keresztül értékesítődik. Nyilván ez egy olyan pozíció az áruházláncok részéről, amin keresztül diktálják az árakat és a feltételrendszereket is sajnos a gazdák, illetve a beszállítók vagy a földolgozók számára is. Én bizakodó vagyok, változnak a vásárlói szokások kitapintható módon. Nyugat-Európában a helyi értékesítés, a rövid élelmiszerláncok, a helyi piac, termelői piacok rendszere az reneszánszát éli, és én hiszek abban, hogy ez a divat ez begyűrözött már Magyarországra, és nem véletlenül, akár jelképszerű is az, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium árkácsora alatt van minden pénteken a termelői piac, szimbolizálva azt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az védőszárny alá akarja vonni ezt a réteget, és bátorítja akár a termelőket, hogy jelenjenek meg ezeken a piacokon, amelyre lehetőséget adunk akár a jogi szabályozással, hiszen most már csak bejelentési kötelezettséghez kötjük a termelői piac létrehozását, akár a közvetlen értékesítésre vonatkozó könnyebb szabályokkal. Másrészt a vásárlókat is bátorítjuk ennek, és úgy látjuk, hogy ez a dolog ez sikeres, hiszen hétről hétre kapunk híreket arról, hogy országszerte nyílnak a termelői piacok. Érzékelhető, hogy az agráriumot érintő kérdésekben nincs államhatár Magyarország és Szlovákia között. A következő támogatási időszakkal kapcsolatos fejleményeket is várja minden gazda, ám most a legfontosabb az, hogy a politikával karöltve helyzetbe hozzák a helyi termelést és a helyi értékesítést.
Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon át nyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.